Köszöntöm a 60 Televízió nézőit. A mai műsorunkban az új rendőrkapitányt fogom önöknek bemutatni közelebbről, ugyanis július 1-től új kapitányságvezető van itt 60-ban, akit köszöntök a stúdióban, Schuster Zsolt. Üdvözlöm. Szép estét kívánok. Önnek is. És Isten hozta a városban. Örülök, hogy itt lehetek. Ugye azt már tudjuk az életútjából, hogy kapitányságvezető már volt Füzesabonyban is, Hevesen is. Összességében pedig már több mint 3 évtizede a rendőrség szolgálatában dolgozik. Nyilván ebben van egy szép ív, fejlődési ív is, meg pályaválasztási ív is. Amikor annak idején úgy döntött, hogy szeretne rendőri pályára menni, ez mikor volt, és miért vonzott ez a pálya? Még egyszer üdvözlöm szerkesztő úr, illetve üdvözlöm a tévénézőket. Örülök, hogy itt lehetek a stúdióban, és örülök, hogy itt lehetek 60 városában, és megtiszteltetés számomra, hogy olyan elődöktől vehetem át a kapitányságokat, akik egy jól működő kapitányságot hagytak rám. De visszatérve a kérdésére, ez egy gyerekkori szerelem. Talán középiskolás koromban kezdődött, amikor egy hozzám közel álló, egyébként akkor rendőr századossal ismerkedtem meg, és az alapvető ilyen beállítottságomat még tovább fokozta. Úgyhogy középiskolában, körülbelül másodikos koromban, tehát ilyen 16 éves koromban döntöttem el, hogy én bizony rendőr leszek. Annak ellenére, hogy a EGRI közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, ahol főleg ugye lányok jártak, ugye a tanárok nagy megrökönyödésére a rendőrtiszti főiskolára felvételiztem az érettségit követően, és a sikeres felvételit követően rögtön elvittek katonának. Ezt már a rendőrtiszti főiskola intézte akkoriban, úgyhogy a szombathelyi rendőrtiszt helyettes képzőiskolán a sorkatonai szolgálatommal egy időben szereztem meg a rendőri alapképzettségemet. Itt rendőrtiszt helyettesként végeztem, főtörzsőrmesterként szereltem le, és közvetlenül ezután megkezdtük a főiskolai tanulmányokat. Itt 96-ban szereztem bűnügyi szakon diplomát, és lettem rendőrhadnagy. 1996. július 1-én kerültem a Heves megyei rendőrfőkapitányságra. Azóta is itt dolgozom, ez az első és egyetlen munkahelyem, vagy inkább azt mondom, hogy munkáltatóm, mert az életutam során gazdaságvédelmi nyomozóként kezdtem, ezt 3 évig folytattam, majd jött a nagy szerelem, bekerültem a megyei bűnügyi osztályra, ahol életvédelmi nyomozóként dolgoztam egészen 2008-ig. Nyilván kiemelt ügyekkel foglalkoztunk, életellenes bűncselekményekkel, megyei körözési vonalvezető voltam, tehát az eltűnéses, elfogató parancsos ügyek szakirányítását, illetve a rendkívüli halálesetek szakirányítását végeztem 2008-ig. 2008-ban kértek föl az elemző értékelő osztály vezetésére, még mindig a megyei főkapitányságon. Megmondom őszintén, ez egy nagy váltás volt, de egy másfajta kitekintés. 2009-ben pályázat útján nyertem el a Hevesi rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztását, ahol 2 évig dolgoztam, majd átrendeléssel a belügyminisztériumba kerültem. Ez szintén egy egész másfajta tevékenység volt, mert a közfoglalkoztatási és vízügyi államtitkárságra kerültem, és a közfoglalkoztatási programoknak a monitoringját végeztem, illetve állami képviselői feladatokat láttam el az átadott vagyonelemekkel kapcsolatban, és még mindig Heves megyéhez köthetően, tehát jellemzően Heves megye területe volt az enyém. Innen hívott vissza az akkori főkapitány, Cinege László landártábornok úr, és 2017-től egészen mostanáig a Füzesabonyi rendőrkapitányság vezetői feladatait láttam el. Ugye a 60-i kapitányság már a 3. kapitányság, ahol a megyei főkapitányságon kívül szolgálatot teljesíthetek. Minden szakmai múltam itt a megyéhez kötődik. Azt gondolom, hogy sem 60-ban, sem a járásban nem fogok eltévedni, ebben van egy kis előnyöm. Illetve hát sajnos már egyre kevesebb kollégád, de azért még a 60-i kapitányságon is vannak azok a régi motorosok, akikkel együtt kezdtünk, együtt dolgoztunk, úgyhogy nem ismeretlen a terület. Itt most utalt arra, hogy milyen rangfokozatok, vagy milyen pozíciók, amik elérték az életútját. Miért színes?
úgy látjuk, vagy úgy halljuk, hogy színes, sőt nem is tapasztalatlan a kapitányság vezetésben, hiszen most kettő utóbbit is említett, ahol már bőven rálátott ezekre a feladatokra. Most jelen pillanatban mi a rangja? Jelenleg a lezredesi rendfokozatban vagyok. Ezt azért mondjuk el a tévénézőknek, mert akik ismerik a rendőrséget, maximum csak a filmekből. Ugye látják, hogy hogy nyomoznak, tudnánk itt híres sorozatokat is említeni, de ezért ezek a fokozatok, amelyek kialakulnak, illetőleg ahogy elmondta, hogy bűnügyben is otthon volt, belügyben is otthon volt, nyomozati dolgoknál is otthon volt, a kapitányság vezetőjeként pedig minden feladatra alá kell látni, a közlekedésre, a beosztottokra, a nyomozatokra, az ügyeknek a feltárására, tehát ezért nagyon kemény koordinálni egy ekkora apparátust. Milyen alapokon, vagy milyen fokozatokat és mikor adnak a rendőrségnek, vagy a rendőröknek? Alapjában véve, mint ahol minden szervezetnél jogszabályok határozzák meg a rendőrségen is az előmenetelt. Elsősorban azonban azt gondolom, hogy a képzés, önképzés, az egyénnek a saját döntése, vagy vezetői javaslatok alapján lehet előre lépni, soron és soron kívül, tehát az idő múlásával is ugye az ember rendfokozata emelkedik. A beosztáshoz viszont különböző képzések, külső és belső képzések szükségesek. Említettem a két alapfokú rendőri képzésemet, ugye a tiszthelyettes képzőt és a rendőrtiszti főiskolát, de emellett saját döntésből 2012-ben a Pécsi Tudományi Egyetemen szereztem kriminalisztikai szakok levelet, illetve most 2021-ben, nem is olyan régen, a szintén kriminalisztikából a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mesterdiplomát. Ez saját döntésekben, ez egy örök szerelem, szóval bűnügy. Beállítottságú vagyok alapjában véve, és emellett a rendőrségen belül vannak belső képzések. Kimondottan a vezetői beosztásokhoz ugye a rendészeti szakvizsga, mint alap, és egy rendészeti vezetőképző, illetve bizonyos beosztások fölött ilyen a kapitányság vezető is, egy mestervezetővé képző tanfolyam is szükségeltetik. Tehát alapjában véve saját döntés, vezetői javaslat és a képzés, na, és nem utolsó sorban az alkalmasság. Meg a lelkesedés, amit látunk itt a tekintetében, hogy azért örömmel beszél róla. Egyébként inspirálta a tanulmányokon túlmenően. Volt példakép a menetrendben, ahogy így zajlott az élet, amikor azt mondta, hogy esetleg nyilván a tanulmányokban elsajátította a dolgokat, és példaképek is voltak, akik követendők. Voltak ilyen példaképek, akik motiválták? Igen, elég sok. Neveket most nem említenék, mert nyilván, ha valakit kihagyok, akkor az bántó lehet. Fiatal tisztként az ember nem feltétlenül úgy kezdi neki a rendőri pályafutásának, hogy majd egyszer vezető lesz, hanem egész egyszerűen engem az motivált, hogy jó rendőr legyek, jó nyomozó legyek, és fiatal századosként talán mondom azt, hogy az aranykor, amikor az ember nyomoz, és úgy érzi, hogy van hozzáadott értéke a munkájának, mert ügyeket derít föl, súlyos bűncselekmények elkövetőit fogja el, az nagyon-nagyon tud inspirálni, és volt szerencsém hosszú időn keresztül olyan kollégákkal együtt dolgozni, olyan csapatban dolgozni, ahol mindenki oda tette magát, és abból a csapatból senki nem akart távozni, és együtt voltunk erősek. Szóval a filmekből mindig az jön le, hogy ugye a főhős egyedül dolgozik egy ügyön, és egyedül felderíti a zsenialitásával ezeket az ügyeket. A rendőri munka az azonban csapatjáték. Minden mindennel összefügg, és egy hatékony csapat nélkül nem igazán lehet jól dolgozni. Úgyhogy az elsődleges cél, hogy az a csapat, ami egy nagyon jó csapat van itt 60-ban, az továbbra is így maradjon, és olyan feltételeket teremtsek számukra, hogy jól érezzék magukat, jól dolgozzanak, és ezáltal eredményesek legyenek. Mondta, hogy nem volt benne a pakliban, vagy lehet, hogy valahol benne volt, hogy egyszer vezető is lesz. De elsősorban a rendőri pálya és a nyomozati dolgok vonzották, és amikor az első ilyen megbízatást kapta, Hevesvár, 2009, ha jól emlékszem, ez a hevesi, akkor milyen lelkesedéssel fogott neki az ismeretlen világnak, mert most már hál' Istennek ismerős? Azt gondolom, hogy akkorra értem meg úgy, hogy új kihívásokat kerestem. Uh-huh.
és mivel ezt én pályáztam meg, ezt én akartam, persze aztán fejest ugrottam az ismeretlenbe, vagy a kihívásokba, és ez is egy folyamatos fejlődést igényel a vezetői munka. Biztosan máshogyan végeztem a munkámat, mint ahogy most ebben az évben, vagy éppen ahogy most végzem, mert az ember folyamatosan fejlődik, és fejlődnie is tanulnia kell. Nincs olyan, hogy tökéletes munkavégzés, vagy tökéletes teljesítmény. Mindig újabb és újabb impulzusok jönnek, mindig újabb és újabb feladatok jönnek, nincs tökéletes állapot, nem dőlhetünk hátra. Ezek motiválnak. És akkor most itt a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság kezel egy hatalmas nagy tortát, és ennek vannak szeletei. Minden szelet más dolgokat tartalmaz. Így más dolgokat tartalmazott Füzesabony körzete, más dolgokat tartalmazott Heves, és itt 60 körzete is 13 települést foglal magába. Amikor megtudta kapitány úr, hogy július 1-től a 60-i kapitányság vezetője lesz, nyilván ráfordult erre az Origóra, hogy akkor itt ezen a területen mi az, amit lehet majd csinálni, vagy mi az, amivel meg kell ismerkedni. Most már augusztus van, augusztus 6-a, egy hónap telt el azóta, hogy betölti a pozíciót. Hogy látja ezt a területet, hogyan fogadták itt a 60-i kapitányságon, illetőleg van-e már valami zászlós hajó, vagy elképzelés, amire épít? Természetesen kell, hogy legyen. Örülök, hogy ezt a hasonlatot hozta, ezt a tortás hasonlatot. Mert hogy egyrészt Heves vármegyében, 5 kapitányság van, ami ugye a rendőri munkának az alapegysége, a kapitányság. A munka javarésze, amivel az állampolgárok nap mint nap találkoznak, azok a kapitányságokon keletkeznek. Minden kapitányság más és más, mert más a méret, a lakosság összetétele, a létszám, talán egy kicsit a bűnözés vagy a szabálysértések képe is változhat. A kapitányságok egymásra vannak utalva, besegítünk egymás munkájában. Semmilyen jogsértés és semmilyen hatás nem áll meg sem a megye határon, sem a járás határaiban, de még az ország határokon sem. Éppen ezért egymásra is oda kell figyelni. A 60-i járásban, ami a tapasztalatom az elmúlt egy hónapban, hogy hasonló képet mutat a helyzet, mint a megye egész területén, tehát jellemzően a csekélyebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. Mindannyian azt gondolom, hogy tudjuk és érezzük, hogy a különböző külső hatások, az ország gazdasági állapota, a gazdasági helyzet, az infláció, a migrációs nyomás, vagy akár a háborús veszélyhelyzet, ezek a egyesével is elegendőek ahhoz, hogy a különböző folyamatokra, bűnözési folyamatokra, jogsértésekre hatással legyenek, és ez akár országos szinten, akár megyei vagy járási szinten egy bizonyos fokú emelkedést mutat, tehát szaporod, egyre gyakoribb ez a jelenség, hogy csekély súlyú vagyon elleni bűncselekményeket követnek el a területen. Erre a rendőrségnek készülnie kell. De ahogy elmondtam a most összehívott közbiztonsági egyeztető fórumon, a prevenciós előadáson, és köszönöm szépen a nagyszámú megjelenést, nem ismételve önmagamat, de elmondtam, hogy a rendőrségnek ebben óriási feladata van, hiszen a közbiztonság egyik letéteményesei vagyunk. De a közbiztonság az egy termék, amit elő kell állítanunk minden egyes nap, nem egy állapot, mindig változik. És ebben mindenkivel együtt kell működnünk. Ebben szerepe van az önkormányzatoknak, a társadalmi szervezeteknek, a civil szervezeteknek, a gazdasági szereplőknek és maguknak az állampolgároknak is. Tehát egymásra vagyunk utalva, egy célért dolgozunk és teszünk, hogy a közbiztonság jó legyen, a szubjektív biztonságérzet megfelelő legyen. Úgyhogy ez az elsődleges cél, és erre fel kell hívnunk minden egyes fórumon a figyelmet. Ezt célozta a múlt heti előadásunk is, mert fel kell készülnünk. Mi készülünk arra,
hogy a jogsértések száma szaporodik, ehhez mérten folyamatosan elemezzük a helyzeteket, hogy van-e olyan gócpont, hotpont, ahol jobban elszaporodnak, ahol magasabb szintű rendőri jelenlétre van szükség, milyen intézkedések szükségeltetnek, de ugyanúgy fel kell készülni mindenkinek. Tehát ha eddig ahhoz szoktunk hozzá, hogy nyitva lehet hagyni a kertben a kiskaput, akkor azt mondom, hogy nem, be kell zárni. Nem mondom azt sem, hogy minden egyes ilyen apró figyelmesség megakadályoz egy bűncselekményt vagy jogsértést, de azt határozottan kimerem jelenteni, hogy ráhatással bírhat. Nem véletlenül van az a mondás, hogy alkalom szüli a tolvajt. Ezt akartam mondani. Igen. Példát mondok, és személyes példát fogok mondani, mert én sem vagyok beoltva ellene. Egy olyan társasházban lakom, ahol 3 lakás van, és elromlott a kapunak a bejárati része. Erre rápróbálkozott egy elkövető, mondjuk így, és bejött a lépcsőházba. Én meg éppen a lépcsőházból mentem be egy kávéra, és tényleg csak annyi volt, hogy nem fordítottam rá a zárat, és már be is nyúlt az elkövető. Természetesen elfogtam, mert észleltem a dolgot, és intézkedést kezdeményeztem vele szembe, de hogy sem én nem vagyok beoltva, és egy apró figyelmetlenség, és már is megtörtént a baj. Azért hoztam ezt a példát, mert bármit megteszünk, bekövetkezhet a baj, de a kockázatokat azt közösen egy icipici odafigyeléssel csökkenteni tudjuk, és ezáltal segítséget tudnak nekünk nyújtani, hogy ne csak utólagosan kelljen felderíteni, hanem esetlegesen megelőzhetővé váljanak ezek a bűncselekmények. Tehát ez az első nagy szelet, ha már a tortás hasonlat volt az előbb, amire oda kell figyelnünk. Külön fel kell hívnom a figyelmet az online csalások elszaporodására. Országos tendencia milliárdos károkat okoz, és nap mint nap megjelenik az életünkben. A digitális világ olyan fejlődést mutatott, hogy amit nem nagyon tudunk követni. Vagy inkább azt mondom, hogy az edukációnk nem követte ezt le. Évekkel ezelőtt még talán itt is arról volt szó, hogy besurranásos lopások, a különböző trükkös lopások, amikor főleg az idős embereknek különböző indokkal bementek a lakásukra, és eltulajdonították az értékeiket, vagy beszélhetnénk az unokázós csalásokról, és miután megtanultunk közösen védekezni ellenük, ezek száma elkezdett visszaesni. Viszont közben jött egy digitális lehetőség, felgyorsult a világ, és marketplace, a különböző vásárlási oldalok, a futárszolgálatok, az online vásárlások megjelenésével keletkezett, ha úgy tetszik, egy piaci rés. És a bűnözés az szintén... Rafkós. Van egy evolúciója. Minden egyes bűnelkövető azt fogja nézni, hogy a legkisebb befektetéssel, a legkisebb kockázattal a legnagyobb haszont szerezze meg nap mint nap, és mivel ez online térben zajlik, bár természetesen után követhető, és a rendőrség is, és a különböző bankok, pénzintézetek is tanulnak és készülnek fel erre, de ez még mindig egy utánkövető rendszer. Tehát ez egy folyamatos fejlődés, és mint tényleg az evolúcióban meg kell tanulnunk ez ellen is védekezni. De az a rendőrség ezt a kiváló Kiber Ninja programot azért ezt tetszik? Tehát biztos ismeri nyilván ön is, meg jónak tartja. Hát nyilván az idős emberek kevésbé használják ezt a dolgot, de például már ők is haladnak ezzel az applikációval, meg a korral, hogy oda kell figyelni. Muszáj ebben felkészülnünk, és a harmadik fő irány, amiről beszélnünk kell, mert szinte minden egyes állampolgárnak ez a fő kérdés, hogy na és akkor hogy állunk a drogokkal? Ez egy jó téma. Beszélnünk külön kell. Műsort is megérne. Abszolút így van, de ebbe azt gondolom, hogy majd a bűnmegelőzési szakember kollégáim fognak részletes tájékoztatást adni. Minden esetre óriási a látencia, hiszen nem látunk rá minden egyes ilyen cselekményre. Azt tudom mondani, hogy a fő problémát az új pszichoaktív anyagok, vagy a designer drogok okozzák.
Most ezek miben létét nem taglalnám, hiszen itt 60-ban dr. Zacher Gábor, igen, gondolom többször volt már volt itt, már és többször, beszélt, igen, beszélt róla, tehát nem venném el az ő szakterületét, egyébként Pécsen tanított is engem ezen a kriminalisztika képzésen, de egy biztos, hogy nagyon-nagyon könnyű hozzáférni, óriási a kereslet és egy össztársadalmi probléma. Jellemzően a alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy mély szegénységben élő személyeknél jelenik meg ez a kereslet, és hát a kínálat pedig ehhez igazodik. Elérhető áron, sajnos. Elérhető, nem hogy elérhető áron, hanem lassan ott tartunk, hogy olcsóbb, mint az alkohol, és beüt, és ez egyfajta menekülést jelenthet a valóságtól, a problémáktól, ezért a keresleti oldal igen magas, és ezáltal a kínálati oldal is. A rendőri oldalról azt gondolom, hogy nem a fogyasztót kell kriminalizálni, hanem egyéb segítő szervezeteken keresztül ezt a fajta függőséget csökkenteni. Rendőri oldalról mi arra koncentrálunk, hogy a kínálati oldalt szorítsuk vissza. Ez is egy viszonylag nehéz és hosszadalmas, nem mindig látványos folyamat, de folyamatosan dolgozunk ezen a problémakörön. Úgyhogy ez mindig szóba fog kerülni, megszüntetni nem hiszem, hogy varázsütésre sikerülni fog, de azt ígérhetem, hogy folyamatosan az ezekkel kapcsolatos információkat, jelzéseket kezelni fogjuk, és megkezdjük az ezzel kapcsolatos felderítő munkát. Kapitányom, még kettő kérdésem van, akkor itt az együttműködésekről is beszéljünk. Itt elmondta, hogy átjárhatóság van a kapitányságok között, tehát jó a kapcsolat a kapitányságokkal, viszont a helyi civil szervezetek, akik foglalkoznak szintén a biztonsággal, akár a polgárőrség, akár a városrendészet, vagy közterületfelügyelet, az együttműködésről mi a véleménye, az ilyen szervekkel való együttműködésről? Kötelező, szükséges, elengedhetetlen, óriási segítség. Itt a beszélgetés megkezdése előtt volt néhány kérdés, hogy hogyan áll a létszámhelyzet, mennyi rendőr van. Ez lett volna a másik kérdés, de akkor egybe vonhatjuk, hogy beszéljünk a kapitányságról is. Így. Köszönöm szépen. Igazából bizonyos fokú létszámhiánnyal küzdünk, folyamatos a toborzás. Itt is megragadnám az alkalmat, hogy aki affinitást érez a rendőri munka iránt, vagy érdeklődik a rendőri munka iránt, különböző lehetőségeket tudunk felkínálni képzettségtől, végzettségtől függően, úgyhogy nagy szeretettel várok bármilyen, vagy bárkit, aki jelentkezni kíván, hogy részletesen személyre szabott ajánlatot tudjunk nekik tenni. Ez egy számomra is egy szerelem. Sokan mondják, hogy azért nem jönnek, mert több a fizetés a magánszférában, külföldön, vagy bárhol máshol. Ez egy hivatás. Azért csinálom, és azért, amit említed, hogy látja a fényt a szememben, mert ez egy szerelem. Azért mondtam rögtön. Ezt csak így lehet csinálni, viszont szerintem egy nagyon, nagyon szép hivatás a mi munkánk, úgyhogy várjuk a jelentkezőket folyamatosan. Tehát van egy bizonyos fokú létszámhiányunk, ezzel együtt ez nem jelenthet közbiztonsági deficitet, tehát ha már egymásra utaltság, akkor akár a megyétől, akár a közszeléti rendőrségtől, akár más kapitányságtól tudok segítséget kérni, amennyiben erre szükség van. Tehát olyan bejelentés, amelyre a rendőrség nem reagál, nem lesz és nem lehet, ezért a tevékenységirányítási központunk felel, egymásra vagyunk utalva. Polgárőrség, egyéb szervezetek, kifejezetten jó a kapcsolat, bár nyilván most még munkakapcsolatról nem beszélek a saját személyemmel kapcsolatban, de a kapitányságon egészen kiváló, a polgárőr szervezetek rendkívüli segítséget tudnak nyújtani nekünk abban a különböző rendezvénybiztosításokban, kutatásokban, de akár a közterületi jelenlétben is. Tehát képzeljük el, hogyha egy adott településen azok a civilek, akik szabadidejüket nem sajnálva, anyagi hozzájárulást hozzátéve ténylegesen tesznek a közterületek rendjéért, jelen vannak, már önmagában ez egy visszatartó erő lehet,
Ráadásul úgy tudjuk irányítani a rendőri erőket, hiszen ők bejelentkeznek, hogy adott esetben, hogyha van valahol polgárőr szolgálatba, az olyan, mintha ott lenne egy rendőr szolgálatba. Mert közvetlen a kapcsolattartás, közvetlen az információ áramlás. A városrendészeti osztályvezetőjével pedig konzultáltam itt a megelőzési nap kapcsán, úgyhogy együttműködésükről biztosított. És hát még az elején vagyok ennek a tevékenységnek, úgyhogy az elsődleges feladat most a nyár végéig, hogy valamennyi együttműködő, közreműködő partnerrel személyesen fölvenni a kapcsolatot, és részletesebben megtárgyalni az eddigi együttműködés folytatását, vagy művellétét. Kapitány úr, az együttműködésünkről már beszélgettünk műsor előtt is, hogy a médiával szoros együttműködésben fogunk majd továbbra is együtt dolgozni. Fontosnak tartja nyilván a tájékoztatást is, és az együttműködést is, és ugyanez vonatkozik a lakosságra is, gondolom így. Hogyne. Külön szeretném kérni mindenkitől, aki itt lakik a járásban, vagy itt dolgozik a járásban, hogyha olyat tapasztal, ami megér egy jelzést, hogy a rendőrség tudjon róla, akkor ne dugjuk a fejünket a homokba, hanem igenis jelezzük azokat a tapasztalatokat, problémákat, de akár pozitívumokat is természetesen, amelyeket tapasztalunk, és amely rendőri intézkedést kíván. Nem arról beszélek, amikor azonnalos rendőri intézkedés szükséges. Ez esetben kérek mindenkit, hogy ne az ismerősét hívja föl, hanem a 112-t. Tehát amikor azonnalos intézkedés szükséges, akkor kérek mindenkit, hogy a segélyhívó vonalat tárcsázza, mert ez biztosítja azt, hogy a lehető legrövidebb időn belül a szükséges intézkedés megtörténjen. Itt most arról beszélek, és a kapcsolattartás során ezt kértem az önkormányzatoktól, a polgárőrségtől, hogy amikor jelenségekről beszélünk, hogy valami zavar bennünket, vagy jó lenne, hogyha ránéznénk, akkor várjuk ezeket a jelzéseket a különböző fórumokon, egy e-mail formájában, egy fogadónap formájában, vagy akár egy telefonhívással is. Figyeljük mi a közösségi médiát. De, és akkor néhányszor tapasztaljuk, hogy a Facebookon elindul egy oda-vissza, adok-kapok, és akkor egyre inkább elszabadulnak az indulatok, vagy a problémák. Néven áll profil, a karakter, akár áll profilokkal is. Kedve. És ezekre reagálunk is, hogy mi ennek a valóság tartalma, de azt kérem mindenkitől, hogyha bármiben, amiben segítséget tudunk nyújtani hosszú távon, azt jelezzék közvetlenül. Arra tudunk reagálni, amiről tudunk. Úgyhogy az információáramlás fontosságával fejezném be a lakosság irányába a kéréseimet. Hát kapitány úr, köszönöm, hogy itt volt, és ebben a fél órában tájékoztatta a lakosságot, a tévénézőket arról, hogy hogy áll a rendőrkapitányság, illetve megismerhettük önt közelebbről. Ismételten Isten hozta 60-ban, érezze itt jól magát, és mi pedig a segítségünkről és az együttműködésünkről bizton együttműködhetünk, tehát kölcsönös a tisztelet. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, tehát Schuster Zsolt rendőrkapitányt hallhatták az elmúlt fél órában, aki július 1-jétől tölti be a hivatalát itt a 60-i rendőrkapitányságon. Legközelebb holnap után csütörtökön várom önöket új adással, akkor pedig majd a karitatív összefogásról fogunk beszélni, hiszen sajnos nem sokára itt a tanév, a diákok bánatára, de a karitatív összefogás viszont iskolaszergyűjtést szervez, és Schmidt Néverebb Julianna ennek az egésznek a vezetője, vele készül majd a beszélgetés, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!